A férfiak vállalták a nehezebb feladatot a Bajsai faluszépítési akcióban. A kosárlabdapályán felhalmozódott hulladékot takarították el. Megtisztítsuk egy kicsit a falunkat. A szeméttől, a lehullott gallyaktól és az összetört üvegektől, szétdobált cigarettadobozoktól, stb. Ilyen dolgoktól. A nők a játszóteret szépítették, összegerebjézték és elhordták a térről megmaradt leveleket, ágakat. Elég jó kis csapat összejött, és most mi falun segítünk. Na. És mindenkinek az érdem, hogy a falu szebb legyen, rendbe tartsuk. A faluház előtt a virágágyások sem maradtak üresen, színes árvácskák díszítik a központot. Én szeretettel csinálom, remélem, hogy meg is marad. A helyi közösség szervezésében több mint 20 önkéntes takarította a közterületeket. A felhívás mindenkinek szólt, tehát elsősorban minden jó akaratú polgárnak, ezt az interneten keresztül, a médiákon keresztül, hirdetőtáblán keresztül meg volt hirdetve, valamint hát a résztvevők zömében a civil szervezetekből, a VMS Bajsai helyi szervezet tagságából és a Bajsai közösség tanácsából verbuválódott össze. Környezettudatosságra nevelni és közösen tenni a településért, ez az a motiváció, amiért minden évben megszervezik a földnapi akciót. Remélem, hogy az emberek mindig tudatosabbak lesznek ezzel a problémával, mert valójában sok a szemét, és ezzel kell valamit csinálni. A közös ebéd itt sem maradt el, babpaprikás rottyogott a bográcsban, amit a délelőtti akció végén közösen fogyasztottak el a faluszépítési akció résztvevői.